A Captain Hook buli alkalmából vagyunk itt most a dmbnoise.com stúdiójában, és Omekkel fogunk beszélgetni. Légy szíves, mutasd be magad pár szóval annak, aki nem ismerne. Sziasztok, Omek néven zenélek. A fő irányzatom a Psychedelic Break, Tech Funk, Breakbeat, Techno, egy kis Electro House. Nagyjából 6-7 éve zenélek kisebb-nagyobb aktivitással partikon. Emlékszel-e arra, hogy melyik volt az első buli, amikor felléptél? Hát megmondom őszintén, az első bulira így annyira nem emlékszem, de kisebb házi bulikba kezdtünk el, aztán kisebb bulikat szervezgettünk így az akkori csoporttársaimmal. Milyen bulikon szoktál általában fellépni, melyik az, amelyik neked nagyon tetszett, tehát így a sikereidre vagyunk kíváncsiak, amit a legnagyobbnak tartasz? Hát a legnagyobb sikerem, azt úgy érzem, hogy a Birtok Fesztivál volt 2001 nyarán volt, azt hiszem, amikor is egy pénteken zenéltünk, mikor nem voltunk kiírva. Elkezdtünk csak úgy zenélni reggeltől egészen másnap délutánig, és elég nagy sikerrel jártunk, és ez nagyon jól esett így az emberek része, és nagyon jól éreztük magunkat. Elég sok zenei stílust említettél, amiket játszol, és melyik az, amelyik hozzád legközelebb áll? Hát hozzám legközelebb a breakbeat áll, mint alapvonalon ezen pörrök, de nem szeretek így egy stílus irányzatba megragadni, szeretek tágabb fogalmakba, tágabb zenei intervallumokat megérinteni. A DJ-zésen kívül foglalkozol-e zeneírással? Megmondom őszintén, a produceri része sokkal jobban érdekel, mint maga a DJ-zés. Sajnos idő hiányában szenvedek, tehát maga a zeneíráshoz rengeteg idő kell, és ez nekem sajnos nincs meg a civil életem miatt. Látom, hogy ugye itt vagyunk a DMB Noise-nak a stúdiójában, és erről szeretném, hogyha mondanál egy pár szót, hogy mi ez az egész, és mit szoktatok itt csinálni. Igen, van két hetente hétfőnként egy rádióadásom, egy két órás adás, amikor egy vendéget el szoktam hívni általában, hogyha el tud jönni persze, és egy-egy órát zenélünk, én a szokásos breakbeat-es vonalamat zenélem, és általában techno, psybreak, breakbeat, tech funk és ilyen stílusokban szoktak zenélni nálam. És hogy zajlik egy-egy adás? Tehát ide jön valaki, és akkor utána játszik, felveszitek-e videóra, vagy ilyesmi? Szokott készülni videó is, mixek is. Általában én kezdek, és utána a vendég jön, következik utána. Esetenként interjú is szokott lenni. És hol lehet ezt megnézni? Tehát, hogyha mondjuk én meg akarom nézni a videót, vagy az adásokat, vagy akkor ennek mi a módja? Hol lehet titeket elérni? Két hetente hétfőnként 6-tól 8-ig a dmbnoise.com-on, és ennyi. Ki vagy kik a példaképeid? Rengeteget tudnék mondani. Hát egyet mindenképpen a hazai szénából, az nem inkább Psychedelic Break, vagy ilyesmi, hanem Drum and Bass-ből lenne Simon Gábor, Jade. A külföldi előadókból, aki már 2-3 éve megérintett az utánozhatatlan stílusával, az Headflux. Mostanában ez egy felkapott téma a zenészek között, hogy laptopról vagy CDJ-ről lehet, vagy érdemes-e játszani, meg hogy melyik az igazi. Mi a te véleményed erről? Én azt gondolom, hogy laptop DJ-zés az nem egy olyan nagyon nehéz dolog, mármint hogyha magát két zenét összerak valaki, viszont hogyha egy olyan produkciót képes vele véghez vinni, ami nagyon szórakoztató és egyedi és speciális, akkor azt mondom, hogy nagyon jó dolog. Mik a jövőbeli terveid? Jelenleg most ugye a rádión dolgozom, kicsit szeretném népszerűsíteni magát a stílust is, meg a rádiót is. Rengeteg elképzelésem van zeneileg a közeljövőben, meg a távoli jövőben is egyaránt, de erről nem szeretnék többet mondani. És mire számíthatunk a bulin tőled? Milyen stílusú zenéket fogsz játszani? Mert ugye sokan azért nem ismernek téged ebből a szénából. Próbálok egy kicsit hangolódni, alkalmazkodni magához ez a progresszíves vonulathoz, de lesz benne törte ütem is azért természetesen. Mit csinálsz akkor, hogyha nem zenélsz? Úszok az árral szemben. Ez volt a legjobb. Azért a múltkor. Igen.